Aláírta Joe Biden amerikai elnök a Kínába irányuló technológiai befektetések tiltásáról és szabályozásáról szóló rendeletet. Az intézkedés a félvezetők és a mikroelektronika, a kvantuminformatika és a mesterséges intelligencia ágazatait érinti. Joe Biden azt mondta, így visszakerül a félvezetők gyártása az Egyesült Államok területére. Büszkeségünk helyreállítása a tét. Az, hogy ott tudjanak megélni az emberek, ahol felnőttek, és ne kelljen elköltözniük a munka miatt. A tervem, hogy változást hozzunk az országba, hogy újra befektessünk Amerikába, fogalmazott Joe Biden. Peking élesen kritizálta az Egyesült Államok lépését. A kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője közleményében azt írta, a rendelet eltér a piacgazdaság és a tisztességes verseny elveitől, valamint megzavarja a globális ipari és ellátási láncokat.